Folytatja a kihelyezett ülések gyakorlatát Hargita megye tanácsa, amely ezúttal Gyergyószent Miklóson ült össze. Döntések születtek az egész megyét érintő kérdésekben, de a térségre vonatkozó határozatokat is hozott a testület. Jól gazdálkodott a rendelkezésre álló alapokkal a megye, így most újabb összegeket tudnak fordítani olyan beruházásokra, amelyeket fontosnak tartanak, mondta el a megyei tanács elnöke Borboly Csaba. A térséget, a helyet erősítő, fejlesztő kérdéskörök mellett kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az egészségügynek, erősítsük mindkét kórházunk ügyét, úgy a Tölgyesit, mind a Csíkszeredait, ahol több osztálynak a felszereltségét fogjuk javítani, az ellátását, újabb orvoslakás vételét. A testületet fogadó város polgármestere Nagy Zoltán úgy fogalmazott, hogy a legutóbbi Gyergyószent Miklósi kihelyezett ülésen is számos olyan döntést hoztak, amely pozitív hatással volt a térség fejlesztésére, így nagy szeretettel várták most is a megyei képviselőket. Elvi jó ágyást adódott arra, hogy a következő fázisába tudjunk jutni akár a jégpályával, amikor azt szeretnénk, hogy jövőben elkezdjük a tetőnek a feljavítását, illetve egy terelő útszakasznak a megépítésében is partnerséget vállalt a Hargita megye tanácsa. Több egyéb kérdésben is döntött a testület, így például kezdeményezték az iskolákba jutott rossz minőségű kiflik ügyének a kivizsgálását. Ezen a tanácsülésen is több olyan termelő vehette át a székely termékvédjegy használati jogának tanúsítványát, aki teljesítette az erre vonatkozó követelményeket.